Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás október 2-áig. Itt ezen a képen a kelyhek láthatóak. Ez jelenti a víz elemét, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Te itt vagy középen, tehát legyen meg ez a középút, vagy ez a meditáció. És gondolj az érzelmeidre. Ennél a kártyánál tulajdonképpen minden egyes kehely egy álomra utal. Ez lehet a hivatásod, a családi kapcsolatok, vagy a szerelem. És az a fontos, hogy higgy ezekben az álmokban. Ha megvan ez a tartás, megvan ez a belső erő, ami itt is látható, ez az erő, akkor ez az álom megvalósul. Hiszen itt van mellette a csillagkép, ami szerencsét hoz, és a hold jelenti azt, amit most te megkapsz, ha megvan a hited. Ha nem hiszel ebben, akkor ez a kép jelenti az illúziót, és akkor az csalódásokhoz vezethet. Vedd kezedbe ezt a kardot, te hozol itt döntéseket, legyen meg a hited. Akkor itt van a szerencse, itt kibontakozik valami, ez az álom megvalósul. A hold szintén az álmokra, a vágyakra, az elképzelésekre utal. Ne hagyd azt, hogy mások beleavatkozzanak ebbe, hiszen előfordulhat, hogy azt mondják neked, ne álmodozz, ebből úgysem lesz semmi. Ha így van, akkor itt vacilálsz, és ez a lovas hintó azt jelenti, hogy itt két irány van, vagy sikerül, vagy nem sikerül. Ha nincs meg a hited, akkor megállnak az események, nem lesz belőle semmi. Ha hiszel ebben, akkor ez az álom megvalósul. Nem kell minden egyes kelyhet élni. Elég az, ha egy álomra koncentrálsz. Ez lehet a szerelem, vagy a hivatás, tehát válasz egy irány, és akkor ez a kehely a tiéd, ott van a kezedben. Te veszed kezedbe a dolgokat, hiszen hiszel ebben. Amit ez a kártya még jelent, itt a döntések, melyik irányba kellene a lovas hintót irányítani, de legyen egy cél, legyen egy álom. A többit, a bizonytalanságokat, vagy a félelmeket, ezt elrabolja ez a tolvaj, és akkor itt megjelenik az egész világ, ami utal a sikerekre, az utazásokra. Ez lehet egy belső út is, egy spirituális terület. És akkor itt megvan az ünnepség, ez a kép, lehet egy meghívás is, hogy lesz egy ünnepség, megvan a vidámság, és itt találkozol ezzel a férfivel. Ha nem fogadod el ezt a meghívást, akkor is közeledni fog ez a férfi hozzád, és elvárja az elismeréseket. Miután találkoztatok, itt lesz egy új irány, egy új kezdet, vagy lesznek itt utazások, hiszen ő is hozza most ezeket a döntéseket, amire ez a kard utal. Tehát legyen egy álom, higgy ebben. Legyen meg ez az elképzelés. Ez az álom megvalósul. Ha vacilálsz, ha félelmek vannak, akkor a tolvaj elveszi ezeket a félelmeket, és akkor itt előre mennek az események, lesznek sikerek. Ez a két kártya arra is utalhat, hogy itt van egy ünnepség, de légy óvatos, mert lehet, hogy ebben a csoportban van egy tolvaj, és elveszi az arany érmét tőled, tehát ügyelj az anyagiakra is. De nem kellenek a félelmek,
legyen meg ez a belső erő, te mutasd meg az erődet kifele is, tehát védd magadat, azon kívül bíz ebben a kapcsolatban, hiszen ez a férfi közeledik hozzád, lesz egy utazás, egy új irány és fontos döntések. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!